Sziasztok! Nem szoktam ilyet csinálni, de most muszáj a szövegem előtt elmondom két információt. Az egyik az, hogy ez az időszűke miatt elsősorban, de amúgy is egy eléggé kidolgozatlan színházi forgatókönyv lesz. A második pedig az, hogy South Parkot kinéz. Jó, akkor ismeritek a csuvakkagy módszert, ugye? Hát, hogy ennek nincs semmi értelme. Alaphelyzet. Tatooine bolygó, Mos Eisley város, kocsma, péntek este 11, az egész hely tele. Jobbra a sarokban Csubakka iszik valami undorító helyi főzésű guggolós piát, valami olyasmi, mint a kevert, Jar Jarral, közben én még sosemet játszanak. Jar Jar. Én még sose nem jártam nőstény teste benne. Csubakka. Majd 20 óra leküldi az egész korsó tartalmát. A pultos épp egy alakváltót igyekszik meggyőzni, hogy még a Tatooine-on sem jó poént Darth Maul formában megjelenni egy bolyt. Pultos. Hidd el, haver, én itt dolgozom évtizedek óta, és ez az itteni vegyes társaság nem tolerálja a vicceket. Nem értik a poént. Alakváltó. Tudod mit, haver, leszorom, olyan alakban jelenek meg, amilyenben akarok, végül is kibaszott alakváltó vagyok, a halálcsillagját neki. Közben mindketten sorra szívják az asztrálprojekciós sporból kihúzott utcákat, amiből az őket nézők csak annyit látnak, hogy a pultra hanyatlott testekből kiemelkedő projekciókból kiemelkedő projekciókból kiemelkedő projekciók sosem vesztik el a beszélgetésük vonalát. Ezt a központi asztalnál ülő Jedik zavartan figyelik, ők sorra építik a Godoba rendszerben újonnan talált Cannabis Godobensis fajú erős emelkedettségérzést és erős stabilizálást eredményező fűből a cigiket. Yoda. Nincs kontrolljuk. Nincsenek egyensúlyban magukkal és az univerzummal. Obi-Wan. Aha. Luke. Ja. Qui-Gon Jinn. Miről van szó? Majd a többiek is sorra helyeselnek, csíkszemekkel, bambán. Boba Fett Boba Krummal sustorog a sötétben, de ott is felpislákol valami iszonyatosan büdös cigaretta parazsa. Boba Fett. Hé, Boba Krumm bajtárs, ismered ezt a cuccot? Boba Krumm. Nem, de nem is érdekel. Üssön azt jóságban. Közben az emeletről lehallatszik valami nyögésekből is undorítóan hangzó fajközi orgia. Jabba űrbékákat zabál tonnaszám, és azt flesseli tőle, hogy egy szűke bombázóval ül egy nyugodt és csendes tengerparton. Jabba. Kúznak, naj! Az erő sötét oldala a baloldali sarokban ébredezik. Vader nagyúr büfiszteti, amíg a kormányzó előkészíti neki a bilit, a klónok meg friss pelenkát hoznak, persze mindez csak a kétes eredetű tabletták mellékhatása, amit valami random négy éltű sózott rájuk még délután. Az őszülő Han Solo épp az előbb távozott a helyiségből az összes női karakter társaságában. Nagy szex lesz a Falconon. Hirtelen a lépcső fölött zöld örvény keletkezik. Itt a lépcső. Tehát zöld örvény keletkezik, amelyből kiesik két alak, akik legurulnak a lépcsőn. Jeez, Rick! I don't know! Where did you brought me now? It's okay, Maury. Don't worry, Maury. Somehow we got in this weird dimension, Maury, where all Star Wars characters are in the same place at the same time, Maury. I've never been here before, Maury. But relax, Maury. You know what, Maury? It's party time! Woohoo!